Az apa szerepéről beszélgetünk a családban, vendégünk Nagykuti Zoltán és Nagykuti Mercedes, akik elhozták az édes babájukat Emmát, valamint Horváth Magdolna családterapeutát. Köszöntünk szeretettel mindenkit itt a stúdióban. Édes tündérbogár, hát és az apákéma a főszerep. Először is Zoltánt kérdezném, hogy mennyire vesz részt a pici hétköznapjaiban? Hát hál' Istennek olyan szerencsés vagyok, hogy úgy nagyjából ott vagyok vele mindig, amikor a feleségem ott van. Úgyhogy amikor csak lehet, akkor próbálok én is besegíteni. Hát igazából, ami ugye egy férfire így ebben a 4 hónapos korszakban így ráhárul, az a pelenkázás és az altatás. Frank Sinatra összes dalait el szoktam énekelni általában reggel 3-kor. Nagyon erős szeretettel szoktunk hallgatni, de hát ugye azért még ilyenkor sokkal jobban az anyukájára van összpontosítva. De jó volt, hogy kint beszélgettünk pont egy picit, mert pszichológián azt tanultam, hogy 3 éves koráig igazából a gyerek föl se fogja, hogy mi mit csinálunk mellette. A szagokat, az ízeket, mind. De hogy megerősítettem, hogy nem így van. Sőt, de hál' Istennek, hogy hál' Istennek megnyugtatott, hogy azért valamilyen emléke talán lesz ezekről a dalos estékről. Biztosan. Magdolna, egy picit elemezze nekünk azt, amit most Zoltán elmondott. Hát én azt gondolom, és nagyon jó, hogy előtte sikerült egy kicsit beszélgetnünk, mert én azt gondolom, hogy nagyon is, már a pocakban is valóban érzi az apa jelenlétét. A hangját megnyugtatónak tartja később, amikor már kijön a pocakból, mert ismerős neki, és az illatát, a tapintását, mindent érzékel egy baba, és hát egyébként az édesapák ezt észre is veszik egyébként, hogy ők fontos szerepet játszanak. És ők egyébként ösztönösen fordulnak így a babához ezúttal, vagy létezik, hát hogyan alakul az ki az apákban? Mert hát tudjuk, hogy az anyának az egy ösztönös, hogy etettem, altatom, mindig a melkassamon nyugszik a baba, de hogy van ez az apáknál, ez a biológia? Hát ez egyébként változóban van. Hát ugye az ősi szerep azért az apának sokkal inkább az volt, hogy a család biztonságának a megteremtése, az anyagi javaknak az a hurcolása, akár mamut formájában is, és egyébként is sokkal inkább a biztonság megteremtése. De most is vannak hagyományos apai szerepek, de ez nagyon nagy változáson keresztül. Most már sokkal inkább részt vesznek a családi életben, a gyereknevelésben, tehát egy változó helyzet van, de hogy ez mégis családonként hogy változik, azért az nagyban függ attól, sok mindentől függ. Tehát sok minden, például dolgoznak, attól, hogy dolgoznak a szülők, hogy nem dolgoznak, ki marad a szülők. Ha már mondod, Zalán, akkor te, mint gyakorló apuka, hiszen 4 és 4 éves a gyermeked, azt mondtad, erről órákig tudnál beszélgetni. Igen, erről a témáról. Én speciál mélyen hiszek abban, hogy amíg a kisbaba a pocakban van, hogyha addig beszél vele az apuka, akkor is valamit biztos, hogy ért, hall, érez a dologból. Én ugyanis megbeszéltem a kisfiammal, mert a foci VB-n a döntő napjára volt kiírva. és aznap is született, és megbeszéltem vele, hogy az nincs, hogy apa nem látja a foci VB döntőt. Úgyhogy megszületett, mindent ott elintéztem, papírmunkát, rohangáltam, még bevittem, amit kellett, kituszkoltak, hazaestem, bekapcsoltam a tévét, és a kezdőrugás. Arra értem haza, úgyhogy... És elaladtál. Szófogadás. Tehát olyankor az ember nem alszik. Hát. Milyen rendes volt ez a gyerek. Teljesen, és mondom, ez meg lett beszélve. De nagyon fontos egyébként nyilván az, hogy a családban milyen szerepet tölt be az apa, hogy egyáltalán milyen mintát hozott magával, milyen mintát hozott az anya, és a kettőnek az egyeztetése, hogy ez hogy sikerül, az például egy lényeges kérdés. Aztán az is nagyon fontos, hogy milyen környezetben, milyen társadalmi, kulturális környezetben, egészen más bizonyos helyeken az apa szerepe, és egészen más mondjuk nálunk Közép-Európában. Igen, gondolom, mondjuk a régi modell, amikor ugye az volt, hogy a születendő, az a frissen megszületett kisbabát körülvették a nők, mert általában a nagymama, a lánytestvére, a nagymamának a húga, a szomszédasszony, nem tudom, tehát a férj gyakorlatilag ki volt zavarva onnan, és az volt mondva, hogy akkor majd mi ezt így megoldjuk. Ez ugye ma ilyen szempontból, akár is nézem, kikopott a mi kis társadalmunkból. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz-e, hogy ez minek a következménye, de minden esetre az apa kénytelen, most idézőjelben mondom, a kénytelen dolgot, hogy kénytelen jobban belefolyni a mindennapi nevelésbe. Jó is, hogy ezt mondod, mert Mercedestől kérdezném, hogy a későbbiekben hogy gondoljátok Emmával kapcsolatban, hogyha majd cseperedik, milyen lesz a munka megosztás? Hát én bízom benne, hogy úgy, ahogy eddig is mindent együtt fogunk csinálni, mert
Például én azon röhögtem, illetve hogy miket már bolondnak nézlek szerintem a kórházban is, mert egy csomószor előfordult, hogy apuka ment a babáért, vagy a, mondjuk nem cumizik, de akkor próbálkoztunk fel a cumit, ő vitte lefertőtlenítés, és úgyhogy néztek rá, hogy nincsenek a gyereknek anya. És én akkor is mondtam nekik finoman, hogy lehet, hogy bolondnak néznek, de mi ezt meg is beszéltük, meg együtt szeretnénk nevelni a babán. Úgyhogy nehéz, mert a mi munkánkhoz nehéz oda alakítani, de próbálkozunk, és hát szerintem Zoltán ezt élvezi. Tehát szerencsések vagyunk valahol, mert egy magánból lett iskolánk van, úgyhogy magunknak osztjuk be az időnket, és ide tartozik az a rész, ugye nagyon sok férfi nem tudja magának beosztani az időt, mert el kell mennie dolgozni. Tehát szerintem nagyon sokan szívesen részt vennének sokkal jobban a gyereknevelésbe, tehát el kell menni reggel dolgozni, este hazajön. Például a balettiskolában beszélgetek az apukákkal, bankártól kezdve nagyon sok mindenki van, aki ugyanazt végigcsinálja, amit én, éjfélkor, háromkor, ötkor fel kell, és reggel hétkor elmegy dolgozni. Ilyen szempontból én még szerencsés vagyok, hogy én ki tudom magam aludni utána egy 2-3 órára, és ugye, hogyha én nagyon fáradt vagyok, akkor a feleségem megtanítani, ha ő fáradt, én megyek, tehát nekünk azért rugalmas a beosztásunk. És ezért van sajnos az, ugye mindenki a pénzből él, ugye pénzt kell keresni, hogy az ember a családját eltartja, ezt valakinek meg kell oldani. Igen. És akkor már inkább jobb, hogyha a férfi megy el, mint hogyha az anyuka. De pont érdekes, most láttam a Facebookon egy ilyen fotósorozatot svéd apukákról. Nem tudom, ezt láttátok. Akik otthon maradtak, igen, és hogy nevelik a gyerekeket. Fantasztikus fotósorozatok vannak. Magdolna, még röviden arra legyen szíves válaszolni, hogy mi az ideális munkamegosztás apa és anya között? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne ebben, hogy arról beszéljünk, hogy hogyha együtt is nevelik a gyerekeket, és tényleg egyre gyakrabban látom, hogy ez azért eléggé egyensúlyossá válik, de hogy ne két anyja legyen a gyereknek, hanem azért karakteres legyen a férfi-női leosztás akkor is, amikor mondjuk lehet olyan élethelyzet, amikor az apának kell többet lenni a gyereke. Van olyan, akár egy válás következtében, akár betegség. De hogy akkor se az legyen, hogy anyaként legyen, hanem az apa másképp viszonyul a gyerekhez. Ez mit jelent egyébként? Ez annyira nehéz értelmezni, mert pláne, hogyha az embernek mondjuk kislánya van, akkor apukából is az jön, hogy és akkor folyamatosan ölelgetni meg egyfolytában. De az nagyon fontos is, mert egy apának... Tehát nem ezzel veszi át a férfi a sőt, az nagyon fontos az, hogy egy lány hogy éli át a nőiességét, mennyire fogadja el, az pont az apától függ. De az is az apától függ, hogy egy fiú mennyire tud azonosulni a férfi apa szereppel. De hogyha mondjuk egy apa többet van a gyerekkel, akkor is azért hála Istennek észre lehet venni a különbséget. Tehát egy apa az valahogy jobban viszi a gyerekeket kifelé, az apa az lazában játszik, az kevésbé érdekli, hogy... Szerintem ebben a témában még rengeteg van, úgyhogy fogunk még erről biztosan beszélgetni a továbbiakban, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak és ezt elmondták.